Sziasztok, én Lucky vagyok, és elérkeztünk egy SimCity sorozathoz. Milyen nagyon tetszett nektek az egy kis városépítgetés videó a SimCity-ből, ezért úgy gondoltam, hogy akkor most akkor csinálok ebből a játékból is pár videót, hogy akinek tetszik, az tudja nézni. Nem is húzom tovább a szót, egy személyes játékot fogok most játszani, igen, de majd valamikor lehetséges, és szerintem fogunk is csinálni egy ilyen lakistás régiót, és akkor ott lakistákkal fogunk játszani. Ilyen szerencsésekkel, mert hát a legnagyobb városban azt hiszem valami 16 város van, azt hiszem az a maximum. Na, milyen várost akarok én csinálni, azon gondolkodom. Ilyen száraz sivatagon nem is igazán voltam még. Mondjuk próbáljuk meg, nevezzük el a régiót, mondjuk Bösköstek, hát Bösköst emlékére, természetesen nem homokozó módban van. És ez itt nagyon sík, mi van itt? Nagyon sok víz van, meg egy nagyon kevés szél. Aha. Igen, ez egy olyan rég, és olyan város, aminek a turisztikára kell rámennie. Igen. Mert van vasút is mellesleg. Itt mellette van egy olajváros, meg szénváros. Na, itt a közelben elég sok ércek vannak. Szerintem akkor azt fogjuk csinálni, hogy először is befoglaljuk ezt a várost. Felfejlődünk annyira, hogy legyen egy jó kis turisztikai profitunk. És aztán átfoglaljuk ezt a várost, amiből fogunk szenet termelni, meg olajat fúrni. Esetleg még ide is átjöhetünk, itt mondjuk ott nincs túl sok, ide átjöhetünk, és ezeket össze is köti a vasút. Ahogy látom, ott vegye szépen a vasút, ide is bejön természetesen. Szóval szerintem megoldható lenne, és mondjuk ezzel a három várossal meg akkor felépítjük ezt a nagy művet. Vagy fene se tudja, de akkor csináljunk már egy turisztikai város, mert hát én nem igazán csináltam még olyasmit, én a legtöbbször mindig ilyen szén, vagy olaj, vagy érc kitermelésre megyek rá, ugye, mert azokat jól el lehet adni, meg azt jól fel lehet használni áramügyileg. Valószínű, már alapból nap energiát fogunk felhasználni ahhoz, hogy legyen áram a városunkban. Na, mi kis városkánk, szia, hello! Először is meg kell néznünk azt, hogy merre fúj a szél. A szél arra fúj, ami azt jelenti, hogy a térképemnek ezen a részén, vagy a városomnak ezen a részén kell lennie a gyáraknak, meg a hasonló környezet, meg a légszennyező épületeknek. Azt nézzük meg, merre van víz, vagy nem áram víz. Hát tudják, te mindenhol nagyon sok van, de szerintem itt lesz, mert ugye hát ahogy szennyezzük a talajat, akkor érdemes innen indulni, vagy valamint erről a régióról fogok én venni majd vizet. Jó, oké, kezdjük el. Ugye turisztikai város szeretnénk, ezért át kell gondolni nagyon alaposan, hogy milyen utakat fogunk használni. Tehát például közepes forgalmú sugárúttal mindenképp kezdenünk kell. Persze nem mindenhol, de fel kell építeni egy sugárút bejárhatósági dolgot, hiszen ugye azon lesz majd villamos, ugye ami olyan tömegközlekedés kell a turisztikához. Mondjuk egyelőre csinálok én egy ekkorát, nagyjából, oké. De meg is állítom az időt, mert nem szeretem ezeket, ha egyből jönnek, hogy víz, meg áram. Nyugodjatok meg, most felépítem azt, hogy hova tudtok költözni. Keskeny utcával indítunk, legolcsóbb természetesen. Viszont most azon kezdtem el gondolkodni, hogy lehet, hogy a sugárutak így lesznek. Szóval lesz így egy, meg lesz így egy. Hogy körbe menjem. Körbe lehessen menni, esetleg még itt is lesz egy átvágó. Aha, jó, akkor legyen úgy. Tehát ez esetben én megint erre is húzok egy ilyet.
Hát egyelőre, hát eddig elég drága. Nem, inkább meghagyom jelenleg annak a helyét. Tehát mondjuk, vagy... hát ez nehéz dolog, gyerekek. Mindegy, akkor lejjen valahogy. Mondjuk így. Valami ilyesmi jó lesz szerintem. Jó. Ami azt jelenti, hogy akkor így, és így. Oké. Okay. Itt, oké. Okay. És ugye ezen a felén lesz a városomnak a... Itt is ugye sugárút lesz ezen a felén is. Tehát... hát ez egy kisebb lesz, mert nem akarom pont a vonalon. Á, akkor itt lejjen pont a vonalon, jó van. Így. Ez meg akkor eddig így nagyon szép. De a városnak ezen a felén lesznek a lakózónái. Gyorsan le is pakoltam ide párat, amint látjátok. És akkor el kellene jönnünk a másik irányba is, hogy tudjunk csinálni gyárakat, vagy annak kinéző dolgokat. Mondjuk itt lesz így, és hol van a bulldozerem? Ja, a térképek átakarja. Így. Akkor lakunk. Lehet kereskedelmi. Lakó. Nem is. Lakó. Kereskedelmi. Gyár. Most hát ipari. Azt hiszem így kezdésnek ez így megfelelő lesz. Gyorsan nap. Már napenergia telepet nem tudunk lerakni. Ami nem túl jó, de akkor lerakjuk mindenképpen a vizet, mert hát ugye az mindenképp kelleni fog. Majd teszem, azt ide lerakom. Jó. És árammal vagyunk nagyon nagy problémában. Akkor elkezdjük a szélerőművet, vagy... ez jó kérdés, ugye, mert fel tudok venni kötvényeket 25 ezerért, és 173-at fizetek vissza belőle óránként. 173 feljöhet, és feljöhetsz plusz 173-ra? Szerintem fel. Mármint ugye a... hol én a napenergia telepünk? Lejjen, szerintem itt az ipari zónánál. Szerintem itt jó helye lesz. Mondjuk valahogy így. Mondjuk így a legszélére ide rakjuk. Jó. Na. És most abban bízunk, hogy felmegy ez a mínusz nekünk szépen pluszra. Mert ugye ez most nagyon sok mínusz. 76. Na. 16. Jó, fel fog ez menni. Nagyon király. Király, nagyon jó. Mi van itt? Város áram nélkül hogyan olvasok majd könyveket? Városházat. Dehogy nem akarunk városházat, kedves, drága aranyom. Csak először a fontosabb dolgokat lerakjunk, mert hát ez is ugye mínusz 200 per óra. És most akkor először gyorsan felfejlődünk sok-sok pénzre. Annyi sok pénzre csak nem, de azért mégis. Na, szennyvíz kiomlót kell telepítenünk, hát természetesen azt is a városok erre a felére fogjuk telepíteni. Mondjuk teszem azt ide. Jó van. Király. Na és már is plusz 1282 per órában vagyunk, ami ugye azt jelenti, hogy óránként ennyi pénz jut a markunkba. Aki esetleg nem tudná. Alright, akkor elkezd szépen kicsit alakulni a mi kis városkánk. Viszont itt nem fog elférni a sugárút. Hát nem. Akkor szerintem húzom innen. Már nincs sok választásom. Itt meg akkor menjen innen, szóval, vagy innen, itt is menjen innen inkább. Nehéz kid is. Tényleg az.
Ugye itt a... Hát ugye... Itt akkor ugye akkor itt tesz így. Stráda. Akkor itt meg így így. Jó, legyen így akkor. Viszont... nincs elég vásárló. Igazából... Ja, tényleg nincs túl sok lakóüveszet. Szépen, akkor csinálunk pár lakóövezetet még. Mondjuk így. Hát ugye ezt nem tudom meddig húzzam, ezeket addig nem szeretem megcsinálni, mert... Jaj, bocsánat. Visszabontani nem a legjobb. Oké, ezt a fő utamat egy picit már tovább is húzom. Jó sok pénzünk lett így hirtelen, szóval igazából megengedhetjük magunknak, hogy csináljuk, most mutassunk valami fejlődést. Ja, akkor eddig jöjjünk ki, srácok. Így. Srácok. Jó, hát nem túl esztétikus eddig, hogy összeteljek, mert közel sem ugyanakkorák ezek a régiók, vagy hát ezek a övezetek, amiket kijelöltem én eddig. Igen. Jó. Utak akkor... akkor lejöjjenek eddig, ugye? Úgy beszéltük. És hát, hát majd ha meghúztam a strádát, majd akkor egyelőre, akkor jöjjön eddig. Jó. És akkor ezeket már is termelésre állítjuk, ezek pedig felveszik a termelt árut. Nagyon jó! Szépen kezd alakot önteni, amúgy a kis dolgok. Szerintem én azt fogom csinálni, ugye itt felfejlődök szépen, meg mondjuk ezen a részem, és ezen a nagy, nem olyan nagy, talán ennek a résznek a felétől itt lesz az én kis turisztikai részlegem. Teszem azt. Drágulnom kéne, azt mondja a néni. Ezeket a hivatalos parkokat azért szeretik ám. Lerakunk egyet, hagyjuk ide közepére valahol, így. És látod, milyen boldogok? Nagyon szeretik ezeket a parkokat amúgy. Na már több mint 3000-re vagyunk, nagyon vészesen közelítünk a 4000 lakos felé. Én le is teszem a városházámat, úgy döntöttem. Én sugárút mellett akarok lakni. Így. Király. És már lassan fejlődhetünk is amúgy a városházánkon, mert nevezzel a városodat. Jó, az lesz a városom neve, hogy Pinocchio. Nem is így kell így. Akkor az lesz, hogy Pineople. Alright. Amúgy nagyon szeretem ezt a játékot. Nem tudom miért, ilyen tök egyszerű, meg igazából sok értelme nincsen. De akkor is valamilyen szinten így tök jól le tud kötni engem. Luckai polgármestert. Nem játék barlangot akarok, hanem imádkozáshoz. Leteszünk nekik egy templomot. Mondjuk... hát... ére. Úgy. Nagyon jó. Oké, 3600 lakosnál tartunk jelenleg. Ami nekem valami olyasmit mondtak, hogy az nem jó, hogyha minél előbb mit, hogy beteríted a izét, ezt a város. Tehát, hogy na, minél előbb leraksz mindenhova övezeteket, meg utakat, mert az valami nem olyan jó, mint hogyha szép lassan haladnál, de én ezt nem igazán értem, hogy miért. Nem tudom. Nekem fura. Tehát meg kéne várni, hogy ezek szépen jól fejlődjenek, aztán majd csak utána tovább bánni, vagy hogy gondolják ezt a emberek. Viszont van annyi pénzünk szerintem, hogy megelőzésképpen először is a tűzzel foglalkozzunk. Mármint, hogy lerakunk egy tűzoltóságot. Mondjuk ide jó lesz szerintem.
lerakunk egy... egy klinikát is. Hát... ide! És lerakunk egy finom rendőrséget is. Az pedig... ide. Nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. És miért csökken ennyire a lakosok száma? Viszont ezért, mivel... tűzijáték. Én ezt mindig megcsinálom, hiszen ugye 50 000 Simoleont kapunk azért, hogy kigyullad egy-két ház. De ezért én gyorsan csinálok is egy harangot, meg lerakok nekik. Hát nem lakok le nekik rendőrautót, vagy rendőrautót. Tűzoltókocsit, na most már tudok, ugye? Ja, 15 000? Aha. Akkor nem. Akkor nem rakunk le. Mindegy, akkor ki fog gyullani tényleg pár ház. Munkaerőhiány. Igen, erre gondoltam, hogy fejleszteni kéne még most még pár lakóövezetet, amíg... még oké, mit tudom én, meddig... meddig jó lesz. Jó. Viszont itt nem lesz jó. Szóval eddig, vagy... hát eddig ki kellett volna húzni. Akkor eddig ki is húzzuk. Ugye azért, mert majd a jövőben, hogy ugye fejlődik ez a kis városházánk, akkor elférjenek a fejlesztések ebben a kis részlegben. Én már is lerakok ide lakóövezeteket. Nagyon szépen. Tudom, hogy gond van a tűzzel. Nem is kicsi, mert hát itt tényleg elég égnek a házak. De jelenleg nem tudok fejleszteni semmit, sajnálom. Viszont felveszik az adókat 11%-ra, mert hát azért 11% még nem sok. Azért nem is nagyon gyakran szoktak panaszkodni. A 12% az, amit már nem bírnak elfogadni semmilyen körülmények között. Klinikán is be vagyunk telve, úgy látom. Aha. Oké, akkor... mi a probléma a klinikában? Jelenleg semmi, oké. Akkor nem is fejlesztünk most jelenleg. Nagyon nem szép, tehát annyira egyenletlen az elosztása ezeknek a... övezeteknek, hogy hihetetlen. Na mindegy. Na, ezeket szépen leromboljuk. Ezek kiégtek. Veled mi történt? Épület tűz. A 700-át neki, je! Jó, nagyon jók vagyunk. Szépen kicsit fejlődgetünk szép lassacskán, ugye? Ez a helyzet mit butaszta itt nekem? Nem tudom. Na mindegy, akkor ugye el fogjuk foglalni ezt a várost, aztán azt a várost, és megépítjük a nagy művet. Zsír! És ez lesz a turisztikai városom, mondjuk akkor az lesz az olajos városom, a másik meg a szenes, vagy érces, vagy mindkettő városom. Na, épület tűz nulla, elhagyott épület. Nincs vége a tűzi játéknak amúgy, mert nem kaptam szerintem plusz 50 000-et, vagy csak el is költöttem már ilyen hamar. Lehet, benne van a pokliban éje. Jó, a hulladékkal is problémánk lesznek a nem túl távoli jövőben, tehát már most inkább elkezdek vele foglalkozni. Ez ide pont belefér, nem? Tök faszán oda beleférnek, gyerekek. És egy ilyen szemétégetőt szoktam én lerakni mindig. Most még nem rakunk le, mert még nem olyan nagy a városunk, majd ha nagyobb lesz és baj lesz a szeméttel, akkor majd természetesen fogunk. És már most el kéne kezdeni az oktatást, hiszen az nagyon fontos. Mondjuk nem egy ilyen oktatásra specializálódott városom lesz, de mindenképp. Ide még nem tudok rakni? Tehát ide. Ez fura. Mondjuk így. Vagy ne robban. Ide lerakom, jól van. Szép van oktatásunk.
és sok egészségügyi probléma, sok a bebeteg, de mindig, mire észrevesz, hogy probléma van, már nem írja ki, hogy mi a probléma. Kettő halott per napunk van, akkor szerintem le kéne rakni egy mentőautót. Az lehet, hogy sokat segítene. Alright. Tényleg nagyon egyenletlen itt az elosztás emberek, ezt vagy most, vagy soha korrigálni kéne. Ezeknek az utaknak a mentén van valami fontos épületem? Nincsen, szóval picivel arrébb raknám, igazából sok probléma nem lenne. Na mindegy. De szerintem a város indítás ennyi lett volna, és szívesen várom a tippeiteket, esetleg a profik vagytok, hogy mind kéne javítani, mire figyeljünk oda, hogy a turisztika városnak, mert én annyira nem vagyok tapasztalt ebben a játékban, szóval mindenki, minden segítséget nagyon szívesen elfogadok. Jól van. Szóval találkozunk a következő részben, és ha tetszett, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, én Lucky voltam. Sziasztok!